Nemrégiben Káldor Adolf unokái látogattak el a szakrendelőbe. Ennek kapcsán az orvos életéről mesél most nekünk Garbóczi László helytörténész. Szeretettel köszöntöm a műsorban. Én is szeretettel köszöntöm a Kábel TV minden kedves nézőjét. Úgy tudom, hogy ezen a látogatáson új információk is kiderültek, még az ön számára is a Káldor Adolf életéről. Mennyire igaz ez? Mi az, amit kapott? Mivel lettünk gazdagabbak ezzel a találkozással? Gyakorlatilag Káldor Adolf, aki egy ikonikus személyisége volt Budafok történetének, valóban, amit lehetett az elmúlt 35-40 évben, és kutakodtam élete után, kiegészítésre került, főleg a fiával kapcsolatban, a II. Világháborús évek alatti történésekről, illetőleg hogy kerültek ki Ausztráliába először Perthben, majd napjainkban John és a öccse Péter Sydneyben élnek. Káldor Adolf 1882-ben a Pozsony vármegyei Modor községben született, és nagyon tehetséges gyerek volt már kisgyerekkorában. Amit az unokák John és Péter nem tudtak, csak feltételezték, hogy valamikor az 1890-es évek vége felé magyarosították a nevüket Káldorra, hiszen eredetileg Kohn volt a név. Ezt én szerencsére a magyarországi iratokban megtaláltam, hogy 1899-ben módosították a nevüket, még az édesapja gyakorlatilag Kohnról Káldorra, és innen kezdve minden forrás már Káldorként említi. A Budapesti Egyetemen, Orvostudományi Egyetemen végzett, 1906-ban kapta meg a diplomáját, és akkor az első álláshirdetésre a Pécsi Közkórházba került, ahol egy esztendőt töltött el. 1907-ben pedig már a Budapesti Szent István Kórháznak osztályos orvosaként találkozunk a nevével, majd egy évvel később Budafokra jön és magánrendelőt nyit. Az egyelőre nem derült ki, hogy miért éppen Budafokra, valami kapcsolatok révén, vagy pedig egyszerűen csak a nagyközségnek volt egy felhívása, hiszen egy nagyon idős orvos Taub már nyugdíjba vonulni készült, és szükséges volt egy újabb községi, körzeti orvosra, és ezt választotta Káldor Adolf. 1909-től hivatalosan Budafok nagyközség körzeti orvosának választotta, és véglegesen 1916-ban települt le Budafokon, amikor is az akkori Benicki Ferenc utca 6 szám alatt, ez a mai Leányka utca, egy emeletes háznak a alsó szintjén egy háromszobás összkomfortos lakásba költözött, amely mellett az orvosi rendelőjét is megnyitotta. És innen kezdve budafokiak százai, ezrei jártak hozzá, hiszen rendkívül jó diagnosztának minősült, és gyakorlatilag a híre gyorsan terjedt. Hivatalosan a község orvosává választotta, majd Budafok, miután 1926-ban várossá vált, akkor gyakorlatilag nem csak Budafok községnek, hanem gyakorlatilag az egész Pest-Pilis vármegyének a tiszti főorvosa is lett, amelyet egészen 1942-ben bekövetkezett haláláig töltött. Igen jelentős szerepe volt az anya és csecsevővédelem megalapításában, hiszen már közel egy évtizedes működése után fölmérte azt a statisztikai adatok alapján, hogy nagyon nagy Budafokon a gyermekhalandóság. Egyébként azt hiszem, ez abban az időben általános volt, különösen az első világháború évei alatt, és az ő kezdeményezésére, ami természetesen ő Budafok nagyközség, majd 26-tól Budafok városa is fölkarolt, létrehozták az Anya és Csecsemő Védelmi Intézetet, amelynek szintén egy ideig ő volt a vezető főorvosa. Még egy budafoki sorstársa volt, Sauer Sándi Nándor, aki szintén zsidó származású orvos volt, és gyakorlatilag ők ketten hihetetlen klinikai gyakorlattal is, hiszen Káldor közben visszajárt a Szent István kórházba klinikai gyakorlatokat végezni, illetőleg műteni,
és nagyon megszerették az emberek. Egy történeti érdekesség, hogy amikor 1939 végén Endre László, a közismerten szélsőséges gondolkodású politikus, aki Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyének meghatározó személye lett, egy levelet küldött Záborszky Nándornak, akit harmadszorra is közfelkiáltással választottak meg Budafok város polgármesterének, hogy azonnali hatállyal bocsássa Budafok két köztiszteletben és szeretetben álló orvosát, nevezetesen Kádor Adolfot és Sauer Sándi Nándort zsidó származásuk miatt. Erre Záborszky Nándor természetesen nem volt hajlandó, a fejlemény nagyon hamar megérkezett, mert még annak az évnek december 31-ével azonnali hatállyal nyugdíjazták Záborszky Nándort, nem volt még 60 éves, és helyette új polgármestert választottak. Endrének azért nem lett igaza, hiszen gyakorlatilag az utána következő polgármester, a Kispestről idehozott Mericei Aladár sem mentette fel a két orvost. Innen kezdve aztán megnehezültek az évei Kádornak és feleségének, közben azt nem említettem, hogy 1917 áprilisában Kádor Adolf megnősül és Herzfelder Borbála lesz a felesége, és házasságukból 1920 tavaszán egy fiú Imre született, aki ugyancsak még itt Magyarországon az Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát. Amikor a zsidó üldözések megkezdődtek Magyarországon és élesbe fordult a helyzet, akkor jó barátai, orvosismerősei a budafoki polgármesteri hivatalból többen figyelmeztették, hogy jó lenne elmenekülni, mert feltételezhető, hogy előbb-utóbb őt is, illetőleg barátját, Sauer Sándi Nándort is el fogják vinni. Kádor visszautasította a feltételezéseket azzal, akkora humanista volt, hogy nem hiszi, hogy a fejlett német nép képes arra, hogy ilyet csináljon egy fajjal. Amikor 1942 elején először a Halom utcába fönn Budafokon a kis helyi gyűjtőbe vitték, akkor a budafoki polgárok megszervezték a rendőrség működésével együtt, hogy kimenekítik Kádort, magyarul pénzzel megveszik a kimenekítés lehetőségét, Kádor visszautasította. Aztán, amikor innen az összegyűjtött zsidókat elviszik az óbudai téglagyárba, ami már igen veszélyes hely volt, mert innen csak egy irányba mentek a vonatok, nevezetesen sajnos Auschwitzba, akkor gyakorlatilag ismételten megtalálták a kapcsolatot a budafokiak, hogy lepénzelik az őröket és kihozzák Kádort. De ő ismételten nem fogadta ezt el, és Auschwitzba került feleségevel egyetemben, ahol az 1946-os anyakönyvi bejegyzések alapján tudjuk, hogy feltételezhetően 42. július 12-én a holokauszt áldozatai lettek mind a ketten. Viszont a budafokiak, a pincemunkások megszervezték a fiának, Imrének, a már végzett orvosnak a megmentését, elbújtatták, és ő valóban túlélte ezt, annak ellenére, hogy ő 44 áprilisában szintén megnősült, és az akkori Elzett Művek vezérigazgatójának, László Zoltánnak a lányát, László Zsuzsannát vette feleségül. 46-ban, amiután már ugye a zsidóültözés egyértelműen véget ért, háború véget ért, visszaköltöztek Budapestre, és 48-ban, amikor államosítják az Elzett Műveket, akkor feleségével együtt kivándorol Ausztráliába. Itt Ausztráliában az orvosi végzettségének megfelelően Perthben kap állást, és a Perthi Egyetemen a fiziológiának lesz a professzora, ahol viszonylag korán, 62 éves korában, 1982-ben halt meg. Na most, mikor a fiai megjöttek, az 1954-ben született John, és az öccse 1956-ban született Péter, ők
úgy kerültek most kapcsolatba az önkormányzatunkkal, hogy egy levelet írtak az önkormányzatnak, hogy miután John egy fél éves kutatási ösztöndíjat kapott a Lyoni Egyetemen, és hát Lyon lényegesen közelebb van Budapesthez, mint Sydney, hiszen ekkor ők már Sydneyben éltek, hogy akkor eljönnek Budafokra és végigjárják azokat a helyeket, ahol az édesapjuk, illetve a nagyapjuk elsősorban nagyapjuk működött, hiszen, ahogy John említette, Ausztráliában igen kevés forrás állt rendelkezésükre a nagyapáról, illetőleg amit a 48-as diszidáláskor, az ország elhagyásakor Adolfnak a fia Imre gyakorlatilag magával tudott vinni Ausztráliába. És itt jött az az érdekes felvetés, hogy egészítsük ki a gondolatokat a kapcsolatépítés során, hogy mi mit tudunk róla, és ő mivel tud kiegészíteni. Óriási örömünkre, amikor a szakorvosi rendelőintézetet bemutatta a rendelőintézet igazgatója és ápolási vezetője, akkor megemlítette John, a kezében tartva egy hosszú mappát, amiben nagyapjának, Kádor Adolfnak az eredeti orvosi diplomája megvan, amelyet nekünk adományozott, és Karsai Ferenc polgármester úr mondta, hogy döntsük el, hogy az eredeti hova kerül. Jelen pillanatban a Püteász Kft-nél készülnek a másolatok. Úgy döntöttünk, hogy az eredeti oklevél az a Magdolna utcai helytörténeti gyűjteménybe kerül, egy másolata mindenféleképpen a szakorvosi rendelőintézetbe, illetőleg egy további másolat feltételezhetően majd a Klauzálházba is a falakra kikerül, hogyha valaki ott jár, akkor ott is meg lehet tekinteni az eredeti orvosi diplomát. Johnnak nagyon sok kérdése volt, hiszen az édesapja a 80-as évek előtt, nem sokkal a halál előtt, belekezdett egy önéletrajzi írásban, ez angol nyelven készült írás, amellyel a gyerekkorát, ifjúkorát, élményeit leírja, és gyakorlatilag 1982 év végén a váratlan halála, hiszen fiatalon 62 évesen halt meg, ennek a befejezésében megakadályozta, és ekkor határoztuk el Johnnal, illetőleg az öcsével, Péterrel, hogy megpróbáljuk ezeket kiegészíteni. Ami nagyon érdekes volt, és kíváncsi lettem volna, az az, hogy a fia Imre hogy úszta meg a II. Világháborút, ugye egyértelműen zsidó származására való tekintettel, de erről semmit nem ír Imre, és a unoka John se tud semmit, annyi, hogy 46-ban visszajöttek Budapestre, és 48-ban távoznak majd a feleségével Ausztráliába. Hogy gyakorlatilag 44 tavasza és 46 között mi történt, erről Imre soha nem beszélt a fiaival, és nem is írt, illetve lehet, hogy írt volna, ha még tovább él, de nem tudjuk. Az tény, hogy Imre a édesapjának, Kádor Adolfnak, a barátjával, Szaver Sándi Nándornak a fiával, aki szintén orvos lett, kurzustársak voltak az egyetemen, hogy a Szaver magyarosítottan Sándi család lett, az egész családot tehát, az édesapa, a feleség és a két fiát a budafokiak megmentették, méghozzá Tóth József utca Nagytétény út sarkán volt egy épület, amelynek volt egy 26 méteres kürtője, és ezt soha nem sikerült megfejteni, hogy ebben a kürtőben 8 méter magasságban volt egy 4x4 méteres üreg, szobának is nevezhetjük kialakítva, és itt vészelték át, aztán természetesen szétszórodtak, gyakorlatilag Érdre, vidékre kerültek, és a fia Sándi Nándornak írja a 80-as években, hogy a budafokiaknak köszönheti, hogy az egész családjuk megmenekült. Feltételezhető, hogy miután a budafoki pincemunkások voltak azok,
akik azért ismerték a budafoki pincevilágnak rejtett részeit, gyakorlatilag valami pincében bújtathatták el Imrét, és a felesége bár nem volt zsidó, de mint a házasok voltak, feltételezhetően ő is bujkált, illetve elbújtatták, és feltételezzük, hogy így úszták meg a történetet. Én egy 20 évvel ezelőtt megpróbáltam levéltárakban mindenhol utána nézni, de annyi dologra jutottam, hogy valahol a Bori haláltáborba került, és hogy onnan hogy menekül meg, és jön vissza Budapestre. Ott van egy-két lábjegyzet, de a lábjegyzetekből nem sikerült továbbni se levéltári kutatások, se visszaemlékezések formájában, hiszen akik akkor segíthettek, felnőtt emberek, azok már régen nincsenek sajnos az élők sorában. Káldor unokája John nagyon nagy örömmel vette ezt, hogy az önkormányzat meghívta, bejártuk a szakorvosi rendelőt, elvittük, gyakorlatilag a református templommal szembe, ahol kezdődik a 10 emeletes szalagház, annak a sarkán, most egy kis zöld parkocska van, volt ez az épület, ahol az nagypapa annak idején lakott, illetve az orvosi rendelőjét üzemeltette, és ez természetesen ma már nincs meg, hiszen a 44. július 27-i bombázás egyik részét ennek az épületnek lebombázta, majd gyakorlatilag a 70-es évek elén, amikor a lakótelep megépül ezzel a hosszú 10 szintes szalagházzal, akkor maradék épületet is elbontják. Aztán a Savoyai Jenő tér, a Magdolna utca, illetőleg a helytörténeti gyűjteménybe mentünk, ott bemutattuk, amit tudtunk, és akkor ott fölmerült, hogy mindenféleképpen a Sár Erzsébet által készített szobor, amelyet sajnos egy éjszaka ismeretlen tettesek elloptak, és a mai napig nem került elő, újra felállításra kerül, illetőleg hát újra meg kell formázni és le kell önteni. Ebbe John ígéretet tett, hogy a édesapja Imre által Ausztráliába menekített fényképek vannak, még valamikor a 30-as években az orvosi rendelőjében állítólag nagyon jó minőségi képek, beszkenneli, átküldi, és ennek alapján újra meg fogjuk alkotni ezt a szobrot, és azzal a különbséggel, hogy nem a szakorvosi rendelőintézet elé, hanem a belső földszinti bejárati részben fogjuk elhelyezni Káldor Adolfnak a szobrát. Aztán természetesen még számos más kérdése volt Johnnak, a mai napig úgy Krieger Krisztina, mint jó magam, levelezésben állok Johnnal, mert mondtuk, ha bármi kérdése van és tudunk segíteni, válaszolni, akkor természetesen válaszolunk. Ő ígéretet tett, hogy jövőre mindenféleképpen eljönnek, és ami érdekes, hogy ő ugye Lyonból tudatosan jött feleségével Magyarország, viszont az öccse, aki Sydneyben él, mikor meghallotta, hogy ő jön Budapestre, és a nagyapjuk Káldor Adolf nyomaiban próbál járni, 3 napra Sydneyből csak ezért repült Budapestre, hogy gyakorlatilag ő is részt vehessen ezen a helytörténeti sétán, illetőleg további információkat szerezzenek nagyapjukról, illetőleg az édesapjuk által nem említett 1944 és 46 közötti 2 esztendőről. Nagyon szépen köszönjük az információkat. Szívesen.